harcoknak is. Akár az Ékegyesület, akár más szervezet, akár egy párt. Mutassunk példát, mert ha rossz példákat látják az emberek, kedves barátaim, akkor arra rossz útra tudnak térni. Tehát kérlek titeket, hogy továbbra erősítsétek az Ékegyesületet, továbbra erősítsétek azt a bizonyos szavazataitokkal azt a célt, ami 2019. október 13-án dől el, a ti kezeteken, a ti jóérzéseteken, a hozzáállásotokon fog múlni, hogy hányan szavaztok arra az Ékegyesületre, aki állami támogatás nélkül dolgozik. Még engedjétek meg, hadd mondjam el azt, hogy van egy szervezet, egy civil szervezet, akivel tárgyalást folytattunk, és amennyiben együttműködést tudunk kötni, olyan együttműködést, amit az Ékegyesület is valóban megérdemel az önzetlen munkáért, akkor természetesen be fogjuk jelenteni, hogy az országos listára melyik szervezetre kell szavaznotok, ugyanis tudnotok kell azt is, hogy az Ékegyesületnek hajszálon múlt, hogy az országos listát föl tudja állítani. Viszont arra büszkék vagyunk, hogy megyei listánk állnak, településen, sok-sok településen vagyunk, képviselőjelöltek, és szívből köszönöm mindenkinek, aki valóban ezt megtette. Még egy mondatot hadd mondjak, sok mindenkiről beszélhetnék, de Ózdon Matovics Ágoston, te hagyj említsen meg, aki olyan munkát végzett szintén, mint a többi vezetőink, és én büszke vagyok arra, hogy egy olyan városban, ahol a szélső jobboldal irányít mindent, a rasszizmus valóban jelen van, és ő szembeszállt, igen, azzal a nácizmussal, azzal a rasszizmussal, hogy valóban az Ékegyesületet képviselje ott helyben. Az Isten áldjon meg mindannyiótokat, engedjétek meg, hogy mielőtt én leteszem a mikrofont, és ugye jön a Szegedi Éva megyei elnökasszonyunk beszéde, közben a roma himnuszt, ami egyben nemzeti himnusz is, nemzetiségi himnusz is, azt hallgassátok meg előtte, és fogadjátok szeretettel, amit én írtam jó magam, a monológot én mondom el, és Csík Laci volt a zeneszerző, aki nagyon ismert, és ő énekli el. Fogadjátok azt a roma himnuszt is szeretettel, és köszönjük, ha ezt meghallgathatjuk.